felkelni. Na, jó felkelni. Így még hatkor is megéri felkelni. Ilyenkor én pedig... is mosolygok, pedig olyan korán reggel. Pedig én egyébként nem szeretek korán kelni, de most amúgy tök jól ment. Meg így azért... Így megéri felkelni. Most beültünk a kocsiba, mert indulunk Soliba! Ma lesz az első napom, és már nagyon izgatott vagyok, meg kíváncsi vagyok, hogy az egész milyen lesz. Ma még nem fogok vlogolni, de a héten szerintem már fogok. De ma, amikor hazajöttem, elmesélem, hogy milyen volt. És süt a nap! És süt a nap! És nagyon-nagyon jó idő van, úgyhogy már ez is nagyon tetszik. Végeztem a studiban, itt van ez a kis kártyám, amivel bejutok, és elmondhatatlanul jó volt. Most értünk haza, mindjárt elmesélem. Ezt még mindig elmondhatatlanul imádom. Imádom a pálmafákat. Az első napom a suliban elmondhatatlanul jól telt. Mindenki nagyon cuki, aranyos, érdeklődő és nyitott volt. És rögtön az első nap után elmentünk együtt vásárolni, ahol nagyon jól éreztük magunkat. Összeakadtak a karkötőim, úristen! Jó, szétjött! Nagyon jól éreztük magunkat, és tényleg olyan volt, mintha már ezer éve ismernénk egymást. És most pedig megmutatom, hogy miket vettem. Először is bementünk a Foreverbe. És ebben a boltban vettem ezt a főbevalót. Aztán bementünk a Pinkbe, és ott vettem ezt a pulcsit, ami kicsit ilyen hosszabb pulcsi, szóval kb. Így eddig ér. Tadá! Így néz ki, ez ilyen szürkés, kékes színű. És van itt egy ilyen hálós része, ami imádok benne. És nem tudom, hogy látszik-e, hát igen, ameddig mutattam köbő addig ér, és a hátulja az a kedvencem. Azon meg van egy nagy pink felirat. Embik, ezt nem hiszem el, nagyon durva, de januárban jövök ki este medencézni. Ezt még nekem is fura felfognom, de tadá! Eljöttünk így éjszakai fürdőzni, és annyira jó. Most épp kiderül, hogy jacuzziban vagyok, de mindjárt átmegyek a hidegen medencébe, és apu már ott van, úgyhogy meg is mutatom. Tadá! Csak Ellie! Meg is kell hűrni valahol. Meg! Csengúci még egy picit fázik, de szerintem hamarosan előtt vesz magán, és beújik a medencébe. Anyu meg nem jön át, én meg marad a jacuzzival, egy a kis fázus. Nem, úristen, apa bele akart húzni. Oké, most beletom. Apa, kérlek, ne, apa, várj, hogy teszek, úristen. Nem, mindjárt belepattan a vízbe. Apa, anya, ne, hogy belök, anya, kérlek, anya, ne lök be. Menj a kamerába, tényleg ne lök bele. Meg tudom csinálni. Ügyes, hogy ő kamerát megfogtad, de azzal nem lök meg bele. Menni fog. Úristen! Gyere, csirk. Meg tudod csinálni. A második nap szintén ilyen jól telt, tökéletes volt, és mivel nagyon hamar végeztünk, ezért lementünk a strandra, és gyönyörű partja volt, végül nem fürödtünk, csak körülnéztünk, de az volt a vicces, hogy sétáltunk, és nagyon-nagyon-nagyon sok kutyát láttunk, és így poénkodtam, hogy haha, ez biztos egy kutya strand, de csak így tényleg poénban mondtam, sétálunk, 2 perc múlva ki van írva, ilyen brutál nagy táblákkal, hogy valami az első kutya strand, vagy valami ilyesmi. És így állok, hogy úristen! És erről a délutánról most láthattok egy kis részletet. De elmondom, szóval az van, hogy a suliban elindult egy ilyen ányos vírus, ami nem valami jó. Tudjátok, mert az nagyon könnyen terjed. És az volt, hogy egy ember elkezdette. És végül rohantak ki az emberek, de esküszöm olyan volt, mint egy filmben. Mindenki ilyen maszkot, jó nem mindenki, de elég sok ember ilyen maszkot vett fel, tudjátok, ilyen maszkot. És tényleg rohantak ki a vécére, nagyon sokan. És mindenki így próbált nem hozzányúlni a kilincshez, meg így rúgdostuk az ajtót, meg minden, mert ez tényleg nagyon könnyen terjed, hogy megfogod a kilincset, és már el is kaptad. Úgyhogy tényleg próbáltuk erre nagyon figyelni. Én azt hittem, hogy én megúszom, tudjátok, mondom, persze, most én miért kapnám el, pont én. Szóval nem tudom, miért gondoltam, mert kb. Mindenki elkapta, de mindegy. És sikerült elkapnom. Előző nap, mielőtt elkaptam, hazajövök, mondom, nekem olyan erős szervezetem van, tudom, én biztos, hogy nem kapom el.
és annyira elkezdett fájni a gyomrom, és hány ingerem volt, de én szerencsére nem hánytam, csak lázos lettem, és hány ingerem volt, de a legtöbb ember hányt is, úgyhogy ő. Elindulok suliba! És csak én megyek suliba, Jézus, majdnem rám csukódott a liftajtó. Eltől mindig félek. Csak én megyek suliba, anyuik nem mennek, az fura lenne. De elviszünk. Ja, ők meg elvisznek. Mi van nekem? Ja, itt a napuszi, mutasd meg a fülhallgatómat. Ez egy nagyon különleges fülhallgató. Van egy... Be kell dugni, és két fülbe kell bedugni, ezért különleges. Szegény, és bele kell dugni a fülembe. Jó! Az mindegy, hogy melyik végét dugod? Én mondom, hogy elvittem. Ja! Különböző fogunk kármelyik félulát, amit vettek el dobálgatni. Meg kell nyomni, hogy melyikre megyünk. Igen, itt ülünk, itt állunk már, ülünk. Oké, ülünk. Tadá! Akkor már nem hazudok nektek. Szóval itt álltunk a liftben, nagyba vlogoltam, és nem nyomtuk meg, hogy melyik lift, melyik szintre akarunk menni. És megyünk a parkolóba. Egyébként nagyon vicces, mert itt ugye kint nagyon meleg van, de amikor bemész egy épületbe, ott meg annyira megy a légkondi, hogy ilyen kabátban vagyok, és akkor kimegyek, akkor meg fogok sülni, úgyhogy leveszem. Amikor ide jöttünk ebbe az apartmanba, elterveztem, hogy így soha nem lesz kupi az én szobámban. Mindig rendet fogok tartani. Hát ez maximum egy napig tartott. A szobámat az még úgy éppen, hogy csak bírom, de a gardrób az úgy néz ki, mintha bombát robbantottak volna benne, úgyhogy most kénytelen leszek rendet rakni. Egy ilyen haskinpóló, ami alá vettem egy trikót, hogy benne fázzam. És egy farmercseki, plusz ez a táskám, de a sebi cuccaim vannak. Vagyis a táskába csak most fogom belerakni a sebi cuccaimat, még üres. Jó reggelt! De jól sütenek, úristen, nagyon jó. Most elindult a Fortnite Family suliba, de csak az egyik tagja megy be az iskolába, a másik kettő csak elszállítja. Ja, és nem anya az az egy tag. Igen. Egyébként kicsit késésben vagyunk, ami annyira nem jó, de remélem, hogy odaérünk. Most 7:58 van, és 8:15-re megyek. Azért remélem, hogy odaérek. Puszi, szép napot! Hogyha szeretnétek látni ennek a folytatását, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornámra, és lájkoljátok ezt a videót. Azért érdemes feliratkozni, plusz bekapcsolni a csengőt is, hogy semmiképp nem maradjatok le a következő videóról. Puszi, sziasztok!